Sziasztok! A múltkori videó után kaptam egy csomó kérdést, hogy milyen vitaminok azok, amiket emlegettem a videóban, vagyis hát tulajdonképpen elhadartam a videóban, úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok most egy rövid videót arról, hogy éppen most milyen vitaminokat szedek én, illetve szed a családunk, úgyhogy ide készítettem egy egész tálcányit, úgyhogy hát, akit nem érdekelnek a vitaminok, az váltson csatornát, akit pedig érdekel, az töltsön itt egy 5 percet, és igyekszem gyorsan mindent elmondani. Most egyébként nem foglalkoztam különösebben a hajam elkészítésével, mert rájöttem, hogy a videózásnál, már magának a tartalomnak az elmondásánál körülbelül 10-szer annyival több időbe kerül az, mire én itt vállalható formába hozom magam. Úgyhogy egyébként is divat a celeb világban így smink nélkül, meg haj nélkül megjelenni. Úgyhogy bár celeb nem vagyok, ezért ne várjátok, hogy én smink nélkül és haj nélkül megjelenjek, de mondjuk ez a cof, amit itt sikerült összeraknom, ez lesz a mai frizurám. Na, de térjünk a tárgyra. Ahogy az előző videóban is mondtam, a legfontosabb a megelőzés, és ahhoz, hogy ne kelljen antibiotikumot szedni, mert én nem szedtem az antibiotikumokat, ha kell egyébként, akkor protexint szedjünk vele együtt. Lényeg az, hogy a mi családunkban már, nem tudom, 15 éve nem szedett senki semmilyen antibiotikumot, azért, mert a megelőzésre koncentrálunk. Na most mi ez a megelőzés? Tehát a három legfontosabb vitamin, amit felnőttek és gyerekek is szedünk, ez a C, a D és a multivitamin. Tehát ez az alap. Most milyen megmutatom nektek. A gyerekek szedik ezt a multivitamint, ezt a marslakós multivitamint. Szednek a gyerekek egy D-vitamint, amit most itt marha jól ráírtam, hogy gyerek D, tehát nem fogjátok látni, de ez egy ilyen bio-CO D-vitamin. Illetve a gyerekek szedik még ezt az 500-as multivitamint. Nekem egyébként 11 és 14 éves gyerekeim vannak, tehát értelemszerűen a kisebb gyerekeknek kevesebbet kell ebből adni, de mondjuk ilyen iskoláskorú gyerekeknek már simán mehet szerintem ez az 500-as C-vitamin, ezzel simán meg tudjátok, meg a D-vitamin is, ugye, abból ilyen 1000-2000 nemzetközi egység, ősztől tavaszig, ezzel simán meg lehet előzni minden betegséget. Ezt ugyanebből esszük, ezt az aktivál gumicukorvitamin, illetve a felnőtt D-vitaminból ezt a fajtát. Ez egy 3000-es nemzetközi egységes D-vitamin. Ez is testsúly kilogramra van egyébként kiszámolva, hogy mennyi D-vitamint kell szedni. Tehát én simán ennek a háromszorosát is beszedem, hogyha kell. Semmi bajotok nem lesz tőle. Olvassatok utána, hogy milyen mennyiségű D-vitaminra van szükségünk. Nagyon-nagyon fontos mind a rákmegelőzés, mind az immunrendszer fenntartása érdekében a magasabb mennyiségű D-vitamin. Illetve mi felnőttek még ezt a C-vitamint szedjük most, és ebben itt látjátok, hogy az 1000-es C-vitamin mellett benne van még ez a 2000 nemzetközi egység D is, úgyhogy mi most szedjük a C-t meg a D-t együtt. Mi történik, amikor, tehát ez a C, D és multivitamin az alap. És mi történik akkor, amikor egy iskolában mondjuk vírusfertőzés van, meg mindenki náthás, meg egy kicsit kapar a torkunk, akkor jön a SOS, a megelőzés, az echinácea és a grapefruit magcsepp. Na most az echináceából, azt az előző vitaminos videóban mutattam, hogy vannak ilyen echinácea cseppek, vagy echinacin cseppek. Most, ami nálunk van itthon, van egy ilyen 400 mg-os echinacea, amit szedünk mi, hogyha egy kicsit kapar a torkunk, és van egy ilyen 250 millis echinacea, ez tulajdonképpen ilyen kasvirág kivonat, úgyhogy nem kell tőle félni, ez egy szuper betegség megelőző, immunrendszer erősítő dolog, ezt nem én találtam ki, a gyermekorvosunk tanította ezt még sok évvel ezelőtt, azóta is bevált, úgyhogy bármikor egy kicsit is gyengélkedünk, vagy úgy érezzük, hogy gőzösebb a fejünk, vagy egy kicsit kapar a torkunk, akkor már is nyomjuk ezt az echinaceát, vagy ilyen tabletta, vagy pedig csepp formájában. És akkor a grapefruit csepp még, amit
én rendszeresen használok, vagy legalábbis a családunk rendszeresen használ. Ezt a gyerekek is, illetve mi felnőttek is használjuk. Bármikor, amikor, egyébként megelőzésre is nagyon jó, de amint egy kicsit elkezd kaparni a torkunk, vagy egy picit is kezdjük gyengének érezni magunkat, akkor azonnal toljuk ezt a grapefruit magcseppet. Ez körülbelül egy ilyen fél deci vízzel szoktam meginni egy 10-12 cseppet, és hát hogyha kezdünk lebetegedni, akkor naponta 3-4-5-szer is toljuk ezt a grapefruit cseppet, illetve hát természetesen az ehinaceából is a naponta többet is beveszünk, és ez egy pillanat alatt kigyógyít minket mindenféle náthából, vagy ilyen kezdődő influenzából. És akkor hoztam ma nektek 3 darab olyan vitamint, amit én így kúraszerűen szoktam szedni. Múltkor talán mutattam a porc meg csont erősítő vitaminokat, most hoztam nektek 3 másikat, amit éppen én most szedek. Az egyik ez a Mega Brain nevű vitamin. Ez tulajdonképpen az ilyen agyműködés serkentő vitamin, csupa természetes cucc van benne, úgyhogy nyugodtan egyétek, vegyétek. Gyakorlatilag a Covington megelőző vitamin. Covintont úgy döntöttem, hogy majd 50 éves koromba kezdek szedni, mert már most is egyébként tök feledékeny vagyok, de mindegy, most meg a Brain, nem meg a Brain, meg a Brain, ezt a vitamint szedem. Hát nem tudom, biztos jó. Egyelőre friss vagyok agyilag, de ennek szerintem inkább a megelőzés a lényege, nem pedig az, hogy egyik napról a másikra be tudunk magolni egy hosszabb verset. A másik pedig, amit akartam mutatni nektek még, amit én most szedek, ez a haj és köröm vitamin. Most éppen ezt szedem, de egyébként ebből szoktam néha szedni Revalidot, vagy van a kálciumkova földkapszula, így kúraszerűen egyet-egyet. Ebből 1-3 kell szedni. Ezt is mindig, én így rá szoktam írni a vitaminok tetejére, tehát hogy egyértelmű legyen, hogy mondjuk ugye a gyerekek ne a milyenket szedjék, vagy hogy éppen abból hány darabot kell bevenni. Van egy ilyen kis vitaminos fiók a konyhába, és akkor mindenki tudja, hogy neki mit kell szedni, illetve a gyerekeknek minden reggel kirakom a C, D és a multivitamint. És akkor a harmadik, amit szeretnék már mutatni, hát ennek már kidobtam a dobozát, ez a Magnosolv. Ez tulajdonképpen ilyen, ugye magnézium, amit én így pótolok a szervezetembe, nekem szokott néha így begörcsölni a lábam éjszaka, és akkor gyakorlatilag egy kicsit a magnéziumból többet eszem. Ez a Magnosolv, ez tulajdonképpen fel kell oldani vízben, tök finom az íze, szóval semmi rossz íze nincsen, teljesen jó, úgyhogy én most ezt is így kúraszerűen szedem. Összefoglalva tehát, én azt javaslom nektek, hogy így a téli időszakban toljátok ezerrel a C, D és a multivitamint. Amikor egy pici megfázás van, akkor jöhet a grapefruit csepp, illetve az ehinacea, illetve pluszban kúraszerűen felnőttként én úgy csinálom, hogy mindig egy-egy hétig, illetve nem egy hétig, hanem amíg tart mondjuk egy bizonyos kapszula, akkor azt beszedem, legyen az haj, köröm, térd, ízületek, bármi hasonló karbantartó kapszula, ezeket szoktam váltogatni. Természetesen a nyár folyamán mi is leállunk így a vitaminozással, de ebbe az őszi-téli időszakban szerintem mindenképpen érdemes a megelőzésre koncentrálni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm a kérdéseket, az mindig segít. Sziasztok!